a Vári Barnabás a labda mögött. Az elmúlt fordulóban Horváth kihagyott egy büntetőt. Nézzük, Várinak lesz-e szerencséje. Az 51. percben egyenlítési lehetőség, tehát Vári nagyon higgadtan megszerzi az első hazai NB1-es gólját a Kisvárdának. És ugye erre szokták azt mondani, hogy ilyen eset azért egy meccsen van jó néhány, amikor húzzák, vonják egymást a játékosok. Vári higgadtan be is lőtte a 11-est.